Karácsony közelettével egyre többen döntöttek úgy, hogy vérükkel segítenek a rászorulókon. A december kiemelt hónap a Magyar Vöröskereszt életében, ilyenkor mindig többen látogatnak el a szervezet véradásokra, mint az év többi hónapjában, mondta el az igazgató. Hozzátette, decemberig több mint 1000 kiváló véradót tüntettek ki megyeszerte. Megyeszerte olyan év végéig olyan 24-25 ezer egység jön össze, tehát ennyi az éves tervnek ez a irányított véradásokkal csökkentett része, és a hiányok is jelentkeznek sajnos, és ez körülbelül olyan 20-21 ezer donor vére, mert van, aki kétszer jön, háromszor, férfiak közül, gyakran jönnek ötször is, tehát ez egy, a véradók tábora egy nagyon csodálatos adományozó csapat, hiszen ők a testük egy részét adják a gyógyuló beteg számára ismeretlenül, ami azt gondolom, hogy a világ legszebb adománya, hiszen ez az életben maradáshoz szükséges. Karácsony közelettével az adományozási kedv nem csak a véradások számának növekedésében mutatkozik meg, a megyei vállalkozások és a lakosság anyagilag is nagyobb mértékben támogatja ilyenkor a szervezetet. Az adománygyűjtés ebben az évben is jól sikerült. Ez körülbelül annyi, mint a korábbi években. Vannak új szereplők is, aminek nagyon örülünk. Például 2000 kiló lisztet kaptunk adományba most karácsony előtt, ami nálunk a karácsonyi csomagok készítésében egy nagyon jelentős adomány és nagyon jó adomány. A Milka is adományozott a Vöröskeresztnek, országos szinten adományozott, és ebből már most kaptunk 200 ezer forintot megyénként, hogy a karácsonyi csomagok elkészítéséhez egy kis támogatást nyújtson az országos igazgatóságunk. Év végéig mintegy 36 millió forintnyi adomány gyűjtött össze a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. Ebből megközelítőleg 21 ezer rászoruló családon segítettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.